Sziasztok, nagyon kellemes szép napot mindenkinek, bár ugye most nem süt a nap, hanem felhős az ég, de ezt már nagyon szeretjük, mi is Concertoval üdvözöl benneteket. Hát egy Volvo V40-est mutatnánk meg nektek, ami ugye egy 2001-es évrelető autó, ezüst metál színű, ugye látszik egy kombi, ugye ebből a szögből, vonóhorgas ugye, és gyári alufelnék vannak rajta jó gumikkal, segítsünk Concertónak, hogy kinyissa a hátsó ajtót, ugye nyári gumik vannak, itt pedig hátul egy komplett téli szett, lemez felnire szerelve, ott a kalaptartója, tettek vele kis újságpapírokat, hogy ne legyen piszkos az autó, hiszen nagyon szépen rendbe tartotta az előző gazdája, és teljességgel mondhatom, hogy nyugodtan bele lehet csücsülni rögtön, hiszen egy kellemesen tiszta autó. A fő attrakció, hát nem az, hogy itt vannak a kollégák, sziasztok Peti és Feri, hát látom beültetek ide hátra, hát nem véletlenül ugye ez egy integrál gyermeküléses Volvo, amit ugye úgy szerkesztettek meg, hogy egy egyetlen mozdulatra rögtön felnőtt, vagy akár gyermek ide be tudja magát dobni, és nem kell gyermekülés bele, így rögtön bele is lehet dobni magunkat, hát sziasztok, akkor a hosszú távú utazásra akkor majd ezt lehet használni, Feri és Peti, illetve akkor nézzük meg, hogy mit találunk még itt, amit érdemes megnézegetnünk, hát láthatóan elektromos ablakok elől és tükrök, aztán egy szép szövetkárpit, nem csak ott hátul szép, hanem itt is rendben van, nincs kiégetve, meg nincs kikoptatva, 4 darab légzsák van itt elől nekünk, illetve fent még plusz 2 ugye a függöny légzsáknak, és 196 000 km futott a járművünk, szépen nyugodtan dolgozik benne a moci, 5-6 liter fogyasztással elégszik meg ugye ez a 102 lóerős benzin, tehát az a DCI motor ugye, ami benne ketyerészik, aztán ugye láthatóan könyöktámaszunk is van, 5-ös váltónk, és ott pedig egy jó kis USB csatlakozású rádió, ami fölött pedig itt a manuális klíma, ami hűt is szépen rendben. Még akkor nézzük meg itt az elejét is, mert azért ez is érdemes megnézni. A járgányunk tényleg nagyon szépen rendben van, gazdája szépen rendben és karban tartotta, ez hallható itt majd a hangján is, főleg, hogyha kinyitottam a motorháztetőt. Ez sikerült is. Szóval annyira csendesen jár ez a moci, hogy akár azt mondhatnánk rá, hogy ez egy benzinmotor, pedig aztán ugye nem, hanem egy dízel moci ő. Itt az ABS agyunk, itt a klímacsövecské, a jó minőségű banner aksi, koróziómentes itt minden. Én azt gondolom, hogy 2001-esen egy ilyen autó azért az összegért, amiért kínáljuk, én azt gondolnám, hogy akár vonzó is lehet itt az M3 autóparkban, ezt meg is találtátok, nem menjetek sehova sem, reggel 9-kor találkozunk itt a viszontlátásra.